Na tehát itt is vagyok a Killenin Purple-lel, és játszottam a játékkal a videón kívül. Majdnem 3 órát, nagyon-nagyon sokat kell benne farmolni, tehát itt is még ugye a level 2-n vagyunk most már. De tehát szó szerint rohadtul sokat kell be a játékba farmolni, és azért nyitottam el a felvételt, mert egyrészt meg akarom mutatni a level 2-t, ugyanis ebben nem csak egy darab napjáték van, és ugyanakkor meg szeretném megmutatni, hogy találtam valamit, amit nagyon-nagyon random, igen, így néz ki a játékom, mert levettem lovra a grafikát, mert beszart tőle a gépem. Szóval! Itt voltam a 80-as években, csak te nem láttál engem. Jó, nem az a lényeg, hanem az, tehát legelőször azt hittem, hogy bugot találtam, ugyanis itt vannak ezek a bolpitek, és mondom, hülyeségbe beleugrok. Mi van, ha beleugrok? És tehát... beleugrasz, kiesel a mapba, és ezt figyeljétek. Ugye? Jó, Pit Spring Bunny! Nem tudom, hogy mi, de ez nagyon rossz. Szóval fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Annyi a lényeg, hogy ő rá kiírja, tehát, hogy végtelen élete van. És nem tudtam rájönni, hogy mit kell csinálni, úgyhogy most akkor csak úgy szimplán körbe-körbe futkozom, és megpróbálok valamit vele kezdeni. Tényleg fogalmam sincs, hogy mit lehet vele kezdeni. Scott! Nem segít nekünk. Ajaj, itt lesz, itt lesz. Jaj! Nem tudunk hátra bevenni. Ú, de rotyog, basszus, milyen zené van. Jó. Szóval tényleg fogalmam sincs, hogy miért akarom, kéne vele csinálni. Itt errefele úgy... nem. Közel van. Jó, ide be tudunk jönni, és ő ide nem tud. Igaz? Ja, tehát ilyenkor ő megáll. Itt van egy QR kód. Amit most beolvasok, de hogyha Rickroll lesz, akkor átnyolok a monitoron és megfogom a készítőt, jó? Szóval ez a QR kód, ez egy YouTube videóhoz vész. Egy másik játéknak a kiadása, egy olyan nevű játéknak a trailerje, hogy Park of Horror. Itt van a videó, Park of Horrornak a kiadása. Picikét rosszabb minőség a fényem miatt, de ja. Szóval ez egy linkhez vezet, egy kiadáshoz, és ezzel itt az összeint megvan szerintem. Nem lehet semmit sem csinálni, nem tudom, de visszafele futok szerintem. Hátha. Abszolút nem történik, tehát semmi, hogyha hozzáérsz. Annyit láttam, hogy kapsz egy jumpscare, szerintem az egyetlen egy jumpscare az egész játékban, ami van. És ennyi. Tehát kapsz egy jumpscare-t és meghalsz. Totál ennyi. Egyébként a többi ball pitbe, tehát nincsen semmi, ezen ugye itt lehet is látni, hogy azt nem lehet kinyitni. Jó, nyugi! Nagyon ott... A paj rendesen beleépített a falba. Szóval igen, itt van ez, és én ezzel nem tudom, hogy mit kell kezdeni, úgyhogy ha valaki tudja, akkor nyugodtan írja le. Már valamint 50 ezerbe kerül Burntrap, tehát ezt ki a tökön fogja kifarmolni? Én nem. Szóval ja, most már springbonizunk, volt egy rakatnyi karakter, akivel játszottam, de találtam egy darab taktikát, amivel minden esetben a lehető legtöbbet lehet farmolni, amit most megmutatok. Szóval ennek a karakternek a képessége haszontalan. Nem szeretem, szó szerint annyit csinál, hogy egy random gyereket belülről, és igazából ennyi, szóval szó szerint annyi most, hogy most már itt vagyunk a FNAF 2-es helyen, és tehát körbe-körbe futkozok, és aki követ, az követ, aki nem, az nem, nem foglalkozunk vele, beúzzuk őket ide hátulra, ahol vannak az animatronikok, itt még csak egy darab van, mert még csak most vettem meg az elsőt. Ha, nem tudsz meg megszabadulni. Annyi minden secret van ebben a játékban, én nem hittem volna, hogy ennyi lesz benne. Na és akkor ugye itt vannak még a vent rendszerek. Ó, oh, wow, ez mestermű. Megnézem az összes balpitet most már, mert most már egyikben sem bízom. Jó, az sem. Jó, akkor itt megmondom semmi. Ja, itt is ki lehet látni, tehát tök mindegy. Valamint, itt van, ugye, az office. Ha? Fine. Ha? Ezt kiadtakom, ez a pali. Nem tudom, ez kicsoda, de nagy arcnak tűnik. Jól van, valamint észrevettem, hogyha a youtuberekre kattintasz lent, akkor beszélnek egy picit. Ő pont nem. A legtöbb youtuber beszél egy picit, akkor úgy mondom. Szóval amit találtam egy nagyon-nagyon jó mechanikának, az az, hogy becsukod mögöttük az ajtót, és akkor abszolút nem is tudnak kimenekülni. Tehát innentől fogva én ezeket itt mészároltam, és lehet látni fent a pontszámomat, ahogyan csak úgy rotyog felfelé, tehát már 180, 245, tehát hogy... És ezután ennyi, ezután el is mehetsz igazából. Na de, én nem elmegyek, hanem innen is idehozom be a gyerekeket, mert tehát ezeket is be tudjuk odahozni. Szóval igen, ezt találtam ugye lehető legeffektívebb pont farmolásnak igazából. Azt a You Can't Escape, tehát azt nem értem. Valamint van itt egy olyan gomb, hogy Unstuck, ami minden esetben ide spannol vissza ebbe a, tehát hogy a FNAF 1-es ilyen safe roomba. Na nem, nekünk ez nem fontos, mert mi most akkor vissza akarunk ide jönni a FNAF 2-es helyhez, ugyanis az itteni animatronik az gyerekenként 25-öt ad. Ami nagyon-nagyon durva és nagyon jó pontszám, azt kell, hogy mondjam, szóval ott messze nincsenek gyerekek abszolút, innen jönnek most befele, ahogyan látom. Jó, van, gyertek csak kis csibék. Egyébként, tehát, hogy... láttak már szebb napokat ezek. Ne, hölgyem, maga nem jön be. Magát nem hívtam meg. Nem várok ide anime lányokat. Szóval, ja, ebben a körben most szereztünk egy ilyen... nem is tudom mennyit, de van még egy gyerek, az biztos. És tehát, hogy lúroltuk, úgyhogy megvárom, hátha. Nem tudom, hogy honnan jön. FNAF 1-es gyerek maradt hátra, vagy FNAF 2-es? Szerintem FNAF 2-es, mert első helyen nem látok ott jelenleg senkit. Ha? Hol van az utolsó gyerek, aki megmaradt? Mi?
lehet, hogy megint csak bugolt. Na mindegy, közben egyébként itt van egy biztonsági kijárat, ami tehát megint csak end shift, valamint... Developer, if you are watching this, it would be really cool if instead of making it like, you know, a door, make it like an elevator or something, or stairs going down to the sister location area. That would be really... Szóval ezt csinálta a fejlesztő, úgy tűnik, és tehát nem is tudunk lemenni, mert ez ugye az Area 3, ahova tehát mi még nem tudunk lemenni, úgyhogy akkor ennyi, 17 gyereket öltem most meg, nem rossz, meg lehet, hogy új rekord, nem számolom, már annyi ilyet csinálok. A boss fightra szerintem biztos, hogy kell valami speckó item, tehát csak abban az egy darab körben basszus 500 pontot szereztünk, ez mekkora már. Tehát tudnánk igazából több időt venni, a radar szemüvegeket, amiket ugye maldoltam, hogy nem működött. Karaktereket, akiknek a nevét nem tudjuk kiolvasni, mert fehér itt minden, nem tudom, alacsony grafikán minden fehér a menüben valamiért. Valamint ugye az animatronik ruhát, én az animatronik ruhára megyek, mert ha jól tudom, akkor a következő ruha az nagyon-nagyon durva lesz. Szóval hadd nézem meg. Tehát a mostani ruhánk az a Shadow Freddy, ami 25 pontot ad, a következő pedig Shadow Bonnie, aki 50-et ad. Tehát az nem kevés, ez még 25. Matekból nem csoda, hogy ötös voltam. Nehogy elhiggyétek, vicceltem, egyébként nem voltam jó tanuló. Még itt a végén azt hittek, hogy nem is voltam hülye, nehogy már. Szóval, tehát megint csak megyünk körbe, kérdezgetünk random gyerekeket, hogy követnek-e minket. Hogyha követnek, akkor követnek, hogyha nem, akkor ők maradnak ki abból, hogy lássák az animatronikokat belülről, tehát nem az én problémám. Valamint még egy dolog, amin egy jót rögtem, amit most jelenleg nem tudok megmutatni, igen. Szóval remélem látjátok, ahogyan ilyen vasból vagyok. Tehát lehet látni, hogy vas. Szürke. Ilyen vas. Ja, vas. És mindjárt megmutatom, hogy van egy karakter, ahol valószínűleg elfelejtették rárakni ezt a textúrát. Ugyanis, megy már innen. Nem tudom belerakni, de jó. Ez a modell az, amit találtam, ami nagyon-nagyon fura. Hogy tehát így hagyom ezt most nektek egy ilyen jó 10 másodpercig, és keressétek meg rajta a hibát. Na jó, lejárt, vár ki 10 másodpercet a tököm. Szóval nem tudom, hogy szerettétek, de textúrátlan neki a fém része. Ez a... Tehát egy alap áréles cucc. Igen. Ez nem tudom, hogy történt, de ez megtörtént, szóval tehát, hogy ez van most. Na és tehát most, hogy ezre vagyok, akkor megvesszük a következő animatronikat, ami ebben a részben az utolsó animatronik lesz. Ez szomorú. Mivel ezt az 50 000-eset, azt nem tudom, hogy a tökönbe fogom kifarmolni. Egyébként remélem feltűnt mindenkinek, hogy nem a székemben ültem, hanem a földön ültem egészen eddig. Remélem lesz legalább egy darab ember, akinek feltűnt, hogy a szék az ott volt a háttérben, és tehát csak így ült, és így. Ja, kíváncsi vagyok, van ember, akinek feltűnt, nem is a székemben ültem. Na mindegy. Ez csak egy ilyen random kis baromság, szóval akkor most elméletileg még több pontunk lesz. Tehát most már két gyerekenként kapunk durván 100-at, ami nagyon-nagyon sok ponttal lesz egyenlő. Tehát eddig a maximum, amit tudtunk szerezni, ez cirka ilyen realisztikusan beszélve nagyjából 500 pont volt, most viszont meg lehet, hogy meg fogjuk ütni a körönként ilyen 1000 plusz pontokat, ami nagyon-nagyon jónak hangzik. Gyertek csak befele. Van új animatronik, akit beszeretnék mutatni, jó? Nézzétek csak. Becsukjuk. Jó, tökéletes. Örülök neki, hogy ilyen rohadt nagy a range-em. Na gyertek csak. Hát ez tetszik. Csak a sapkás gyerekek csordájába a basszus. Mennyien vagyunk? 5. Jézusom. Csak a sapkás gyerekektől 651. Szóval igen, most már ide viszont megéri elhozni őket is, mert tehát plusz 51 egy gyerek, ami itt most már nem is olyan rossz igazából. Ezek már így megérik így a cuccos. Egyébként igen, nekem is leesett, nem csak nektek, hogy rohadtul repetitív játék, és ez valamilyen szinten érthető, ugyanis tett, hogy a Tycoon játékok azok repetitívak, mint a rá. Ugyanis direkt úgy van felépítve, mint hogyha egy idle játék lenne, csak mégsem az, mert tehát neked is kell csinálnod valamit, nem pedig csak várni kell, hogy dől a lés. Ezért ilyen fura, de ugyanakkor feldobják ezek a random kis easter egg-ek, amiket találunk, mint például a kicseszett boss fight, amit nem értek, hogy hogyan kéne legyőzni. Ó, ott loopolódik a textúra, ott látom. Ne nézz minket, légy szíves. Be akarom nekik mutatni az új animatronikat. Ilyen gyorsan nem szedtem meg gyerekeket, basszus. Még a nem sapkásaktól is ki tudtunk csikarni, basszus, 400-at, az nagyon-nagyon durva, és tehát abszolút ennyi volt az összes gyerek. Jó. Ami azt jelenti, hogy 1100 körül voltunk, 24-ből 19-et meg tudtam ölni, vagy hányan vagyunk? 20... nem, 32-en vagyunk. 32-ből 19 az még úgy alapjáraton is nagyon-nagyon jó szerintem, és tehát 1000 pluszon vagyunk egy körtől. Aha, az durva. Tehát akkor meg tudnánk venni Golden Freddy-t vagy Dreadbert is, és akkor Burnt Rapet azt megveszi majd meg a tököm, tehát hogy ezt kéne megcsinálom 50-szer. Köszönöm. Szóval tudnánk venni egy radar szemüveget, amit nem értem a lényegét, úgyhogy az összen megvalva inkább minél nagyobb trustra szeretnék menni, hogy minél több gyereket tudjak behúzni. Szóval ki a következő úgy erősségben? Most van ugye velem Spring Bonnie, akinek 5-ös a trustja, Golden Freddy-nek 6-os, de... Ki a következő, mi?
Ennard volt a következő? Nem, nem. Ja, nem, Dreadbear. 8-as. Ha. Csak is kizárólag Halloween-kal elérhető a karaktere. És most akkor Halloween van? Vagy tehát mi van? Most hogyha megveszem, akkor be vagyok szívva? Egyelőre kiadjam, mert félek attól, hogy mit gondol ez a játék Halloween-nak. Gyere! Oh. Gatya. Őt viszont tudom, hogy az egyik könyvben van. Hogyha jól tudom. Tehát ez egész balpites sztori részleg, ez a könyvben van. Na nézzük meg Golden Freddy-t. Neki elméletileg az a képesség, hogy vissza tud spannolni a safe roomba, aminek megmondom az őszintén, hogy semmi értelme. Mert szó szerint van egy gomb. Ja, gyerekeket tud visszaspannolni. Az már jobban tetszik egy picikét, egy ilyen jól jönne való életben. Úristen, eddig mindenkit behúztam, basszus. Olyan jó rizzem van, basszus, hogy az összes gyereket behúztam, haló. Ez most komoly? Az összes sapkás gyerek az enyém. Várjunk. Az összes. Basszus, egy sem marad élve. Az egész blokkon mindenkit behúztam. Let's go. 720 pont. Ez nem olyan rossz. Ti is jöttök? Megtömölni vajon mind a 24-et? Van olyan szerencsém? Dehogy is van olyan szerencsém. Basszus, a kicsit sapkásaknál mindent beadta, itt meg már 3x-en van. Haló, 4x, mi történt? Leromlott a rizzem, vagy mi? Jó, hát az összes többi gyerek velem van, úgyhogy elnyomunk egy kút. Ennek olyan hangja volt, mint hogyha egy SpongeBob epizódot néztem volna. És tehát ide spannold be egy gyereket? Nem tudom, hogy hova tűntek. Mindenképpen erre fel kéne húzni őket, mert itt kapunk big bookszákat, itt kapjuk a sok pontot, na de ez a teleport kids, ez tehát, hogy mi? Ezt nem értem, tehát, hogy légy szíves. Egy elszublimált. Egy az csak, hogy megszűnt létezni. Jó, egy az szerintem hátra ment a backroomsba. Hol tűnt az utolsó gyerek? Nem értem ezt a teleport kids-et, ez tehát, hogy csak úgy azt elszublimál a gyerek. Nem tudom, de 20-at megöltem, az nem is olyan rossz. Hogy néz ki ez a modell? Gyönyörű. Ez is textúrátlan, basszus. Na mindegy, szóval 1700 pont az nem olyan rossz, de 50 ezeret még mindig nem vagyok hajlandó kifarmolni. Ezt a Dreadbeart azt megnézném, de... Nem tudom. A Burntrap-et hogy a tökönbe fogjuk kifarmolni? Én azt nem vagyok hajlandó, tehát... Nem tudom, nézzük meg ezt a Radar Glassist, meg akkor már egyszer megveszem Dreadbeart, meg akkor már egyszer időt is. Miért ne igazából, tehát megtehetjük. Na és akkor Dreadbeart? Hát nincs se Halloween, de... Úgy tűnik Halloween van akkor mégis, meg te legalább textúrás vagy. Ja persze, mert tegel egy az egybe kiszedtek a izéből, a Help Wantedba. Ez kinek az ötlete volt, hogy a röhögése legyen a hangeffekt, aminek tehát akkor basszusom, hogy beszakad a dobhártyán. Ez ki a tökömnek volt az ötlete, ez tetszik. És tehát nem tudom még kijönni, ezt a röbetűt, ezt hogyan értette a játék? Ez nekem nem csinál semmit a röbetű, ezt nem tudom, hogy hogyan értették. Ez a Q, ez mit tol? Tehát, hogy Murder Claw. Mindjárt megnézzük. Gyertek be ide, sorakozzatok csak fel elém. Ennyi volt? Vagy jönnek még? Nem jönnek. Jó, akkor nézzünk egy Q-t. Egyet megettem. De csak 10 pontot kaptam érte, tehát mi értelme volt? Gondolom ennek az a lényege, tehát, hogy úgy tudok ölni valakit, hogy nem alertelem. Beszakad a dobhártyám. Feltételezem, hogy a FNAF 1-es helyen is, tehát kell lennie valamiféle minigémnek. A FNAF 2-esen is van egy minigém, és itt is van egy, tehát egy Mangles Quest nevű pálya, de... Hogyan tudnánk elérni azt? Arra tudok igazából csak gondolni, hogy valahogyan be kéne bugolni Scotthoz, de tehát ez nem működik. Megettem egy gyereket. Ja, mert tehát én nekem nem izém van, hanem én nekem karmaim vannak, mi? Ja, nem is látszik, amikor fegyver van nálam. Jó, akkor ez, hát, ja, gatya. Hol lehet az utolsó pár gyerek? Ezekben a vécékben nem néztem még be. Le lehet őket húzni. Egy próbát megérnek FNAF játékban, bármit kinézek. Ha? 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 Megmondtam, baszki. A izében vagyunk, ahol horgászik a faszi, az Old Man Consequences. Szia, te ki vagy? Textúrátlan a szöveg fölötted, miért? Textúrátlan a szemed is, úristen, ez nagyon-nagyon gatya ez a játék, ez nagyon rottyom van. Kicsit a textúrátlan szöveg fölötte, kú. Bele kéne mennem? Itt ragadtam örökre? Ez mi a tököm akar lenni? Ide bele tudok menni. És kiírja, ja, annyira egy olcsó trükk, és azért tudom, mert én is ezt alkalmazom a saját játékomban. Kiírja a gépednek a nevét, én nekem...
az a gépem nekem neve, hogy Bigge. Ez egy név, amit körülbelül 5 éve adtam. Mert ez egy része az egyik e-mailemnek, és félreolvastam, hogy mit kér. 0.2 óta figyelmeztetni akartalak, hogy kihasznál téged, hagyd el ezt a játékot. Bigge, az a gépemnek a neve. De sose hallgattál rám. Mi? Hol próbáltál te meg figyelmeztetni engem? Ki a tökön vagy te? Mi ez a... Miért volt minden textúrátlan, uram? Na? Jumpscare-re várok. Összegyűjti az adatot, hogy a saját gonosz verzióját csinálja meg a Malhernek. Arra beszéltetek, hogy a Malher az valami vírus? Elméletileg? Hogyha nem hagyod abba a játékot, akkor a saját kezeimbe veszem a dolgokat. Jó, vedd a saját kezedben, lássuk mit tudsz. Kikresselteted a játékomat? Meg lehet, hogy ő a lilában a gyilkos, de én vagyok az ember a sárga szemekkel. Azt mondod? Azt se tudom, ki vagy, tesó. Elkaptam egy dollárt. Mondtam, hogy kikresselteti a játékot. Hú. Érted, basszus? Annyi secret baromságot találtunk a barámba, meg tehát a... Nagyon-nagyon remélem, hogy megkaptam ezt az 1000 pontomat. Meg szólni fogok a hatóságoknak, hogy meglettem szkemelve, de úgy nagyon-nagyon durván. Megkaptam ez az. És ezt az 50 000-et, ezt ki fogják szifarmolni, mert én biztos, hogy nem. Na de most már nem is olyan rossz, mert tehát most már úgy kezdünk haladni, tehát durrok befele a játék is, meg mindent, tehát hogy rendesen nem is olyan rossz az a játék, rendesen bomba. Direkt ez is olyasmi, tehát hogy be van álcázva egy ilyen baromságnak, és akkor közben ilyen mélyebb dolgok vannak a háttérben, még nem tudom mennyire lehet mély. Egy textúrátlan kamera, ez most komoly. Szó szerint megfogsz egy gömböt, nyomva tartod a bal klikket és ráhúzod. Ez miért olyan nehéz? Tehát hogy ennek itt mi értelme? Néhány helyen úgy érzem ezt a játékot, mint hogyha nagyon-nagyon unfinished lenne néhány helyen, meg úgy érzem, mint hogyha tehát, hogy direkt lenne unfinished. Néhány helyen azt érzem, hogy tényleg tehát direkt befejezetten és direkt ilyen, néhány helyen meg azt érzem, hogy tehát, hogy csak úgy elfelejtették, vagy tehát nem volt rá igény, mert nem, tehát, hogy ez mi? Meg tehát az, hogy itt is. Megint csak, szó szerint csak is kizárólag az endója az, ami textúrátlan. Egyébként meg egy fa textúra van rajta, ami tehát nagyon fura, meg a tehát ez is textúrátlan. Szó szerint ráhúzol egy darab gömböt, és van rajta textúra, tehát ennek nincsen értelme gyakorlatilag, és megint csak innen lehet csak bemenni, igen. És akkor belemész, és akkor a palia izével. Szóval, ja, tehát egyértelműen van itt valami mélyebb a játékban, mert tehát, meg még, tehát lore is volt, meg ilyen bizonyos dolgok még, amiket nem értünk, tehát mint például az ilyen menekülési baromságok, tehát azokat hogyan kellene, és tehát miért kapnánk meg Burn Trap-et egyből, az egyik legdurvább karakter, hogyan lehet megszerezni a többi karaktert, ha? Mert tehát itt abszolút mindent megvettem az egyes shopban, a hármas shophoz meg kell venni mindent a kettesben, legalábbis így volt az eredetivel, úgyhogy feltételezem, hogy tehát meg kell venni Burn Trap-et is. Ugyanis a level 1-en is meg kellett mindent venni. Mondjuk a level 1-en a movement speed-et hagytam utoljára. Meg lehet, hogy elég csak ezt a kettőt megvenni. Nincs elég pénzem a rohadteget. Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy nem tudom ki írta ez a soundtracket. Tegnap utána kerestem a zenének, mert megtaláltam. Ez, ami itt megy. Ez egy fantasztikus cover. Ez elméletileg valamelyik létező FNAF zenének egy coverje. Szóval 1660. Nem kell megvenni a karaktereket, pedig én arra számítottam, jó, akkor mindjárt level 3-an leszünk. Ez mi az még, ez lesz még egy pár kör, basszus, 5000 pont, az nem is olyan rossz, de én bevettem egy radart. Radar szemüvegek. Azt írja, hogy a röbetű a radar. Na most ezt megnézem. Rohadjak meg, hogy én semmiféle radart nem kaptam. Nem tudom, mindjárt megnézzük hátha. Szóval körönként tudunk egy olyan cirka jó ilyen 1000 plusz pontot szerezni. Az egyébként nem hangzik olyan rossznak, hogy farmolás terén szerintem. Ó, végtelen idő. Megvettük azt, hogy nem járhat le az idő. Az fasza. Én azt hittem, hogy a karakterek is kellenek. Aha, ott van valami sárga. Valami nagy sárga ott a sarkon. Az mi a tököm akar lenni, ha? Hello. Az a nagy sárga cucc az itt volt a folyosónak a szélén, igaz? Itt. Nem itt? Vagy itt? Nem tudom, ott nem tudunk a sarokba menni. Néhány helyen csak úgy szimplán ki lehet látni a falon, hogyha neki futsz így fejjel előre, ez tetszik. Ott van. Aha, ott van, de nem úgy tűnik, hogy van ott valami sajnos. Nem tudom, lepauzom nektek a játékot, hát ha ti láttok ott valamit, én nem. Ja, legyen vége. Nem tudok már mit kezdeni. Itt... Music boxot nem nézték még.
Gondolom, hogyha Music Boxhoz odamész valami karakter, aminek valami köze van hozzá, tehát biztos van, hogy valamelyik karakterre lehet csak valamit megcsinálni, de azt még nem tudjuk, mert tehát, ja. Következő animatronikok meg, ja, ezek meg van Funtime, és tehát akkor maradék kettő animatronik van. És ennyi. Karakterek közül meg, hát van még egy pár, de, ja. Oh! Glitch Trap azt írja, hogy I am also back in the 80s. Szóval meg lehet, hogy akkor ő neki lehet az... Ha... Valami Pete Springboni, na igen. Pete Springboninek 10% esélye van, hogy az összes gyereket magához húzza az egész mappon automatikusan. Aha, Scott. Scott tud repülni a mappon, tetszik. És akkor mi volt itt az utolsó? Burn Trap pedig... Meg tudja hackkelni a szülőket, és el tudja élni, hogy megöljék a saját gyerekeiket? Mi van? Köszönöm szépen az infót, Burn Trap. Egyelőre szerintem maradunk mi... Ja, Dreadbernél. Scottra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert szeretnék repülni a mappon. Játékfejlesztőként nagyon-nagyon kíváncsi vagyok mindig, hogy néz ki egy játékban a map. A legfőbb dolog, amire kíváncsi vagyok ebben a játékban, az az, hogy az ellenfelek, akik tehát, hogy csak úgy állnak ott kint, azok a skyboxba tartoznak-e, vagy pedig tényleges modellek, amik ott vannak. Mert szerintem túlságosan nagyok ahhoz, hogy tényleges modellek legyenek, ezért gondolom azt, hogy skybox, de ugyanúgy voltam már lenyűgözve, úgyhogy azt hittem valamire, hogy skybox és nem az, úgyhogy meglátjuk. Tehát akkor a trapdoornál nem tudunk még kimenni, feltételezem, hogy oda venni kell majd, mert tehát ugye az eredeti Help Wanted-ban volt az easter egg, hogy le tudtam menni egy ilyen kis trapdooron, és akkor ott lett bemutatva legelőször a világon Veni. Tehát az egy lehetőség szerintem. Na meg ez az A10, ez meg Glitch Trap akkor, és akkor a Pit Freddy-vel meg fogalmam sincs, hogy mit kellene csinálni, nem tudom. Volt pofája neki menni ennek egy kicseszett pisztolya? Nem hiszem, hogy fog rajta hatni, fémből van, tesó. Minden még egykor is meg lesz az 5000, és akkor megnézzük még ma azt a lenti részt, és akkor holnap meg majd úgy egymagamban így elfarmolgatok. Aztán majd jövök, hogyha majd elérek valamit, mert tett egyelőre. Most minden egy rakatnyiba kerül, és nagyon-nagyon sokat kell farmolni. Szóval, ja, megígérem, nem fogok hozzányúlni a szikretekhez addig, ameddig nincsen felvételem. Én mindig is kíváncsi voltam, hogy hogy a tökönben csinálják ezeket a hangeffekteket az animatronikoknak. Tehát ezt a mély rögést például, ezt egyértelműen tudom, hogy tehát ez ugyanaz a kisgyerek rögés, csak ez nagyon-nagyon lelassítva. Én nekem is kell csinálni olyan felvételt, basszus, ahol csak így röhögök, egy mit tudom, egyet, egy és akkor ezt így ilyen ball stretchelem, az az effektnek a neve, amit rá kell rakni, és akkor olyan hangja lesz majd, hogy most bevágom. Na ja, valahogy így készítik szerintem ezeket a hangeffekteket, legalábbis nem tudom, nem vagyok egy játékfejlesztő. Pam, pam, pam. Na és akkor mik vannak itt? Funtime Freddy 3000, Scooper 7500, Rusty Doorra lehet kilépni a szimulációból, és tehát ez akkor meg mindenkit meg kell venni. Aha, jó, és tehát akkor van NL Cirkuszból egy Glitch Trap Veni Freddy Frostberg. Az abból a szutyok telefonos játékból van, gondolom, és akkor Pit Springboni, ami feltételezem, hogy egy saját modell a könyvben szereplő animatronik alapján, és akkor Scott Carlton ugye maga Scott. Szóval mostantól lesz majd azt, tehát, hogy nagyon is farmolunk, na de először lemegyünk a Funtime Auditoriumba, vagy mi a tök van neve ennek magyarul, vagy angolul, vagy milyen nyelven mondom ez. Na de tehát annyi a lényeg, hogy az egész Funtime Auditorium, ez elméletileg most, tehát fog tartalmazni kislányokat. Jézusom, ezt mondhattam volna, tehát, hogy normálisabban. Nem fogok ennyire örülni neki, amikor ezt kell hallgatnom VR-ban, higgyétek el. Ne! Szóval erre volt a copyright notice. Most már értem, hogy mire volt az a felirat, tehát, hogy copyright. Jó, mostantól akkor copyright mód nélkül fogunk játszani, ugyanis az a zene az rohadtó copyrightos. Azt rotteget, itt len minden irrépes. Itt len minden, több elszeket a dobhártyán, mi ez 8 bit ma... Mi történik? Biztonsági lépcsők. Ja, itt lehet kimenni. Jó, nem kimenni akarunk eredetileg, tehát... Mi a tökömet akarunk? Szia, Funtime Foxy. Szia. Ó, felálltok én is mellé. Textúrátlan, természetesen. Ne! Beléd lehet gyerekeket rakni? Vagy beléd nem? Az is textúrátlan. Beszarok, basszus. Az is! Nem annyira nehéz rárakni egy textúrát, uraim. De tényleg. De gyertek, kislányok. Titeket most szétkaplak. Ti elméletileg, hogy jól tudom, 100 pontot értek killenként talán? Aha, titeket jobban megért csak itt, hogy megenni.
basszus, lejövünk és tett egy 1400 pont így instantban. Ez mekkora, ezek meg beszorultak. Hogyha itt lenülök egyet így, akkor ezt észreveszik, nem? Tehát akkor ez ability, ez olyan ölés, hogy tehát ilyen silent kill gyakorlatilag. Jó, ennek örülök, becsukjuk. Sziasztok kislányok. Viszlát kislányok. Nagyon-nagyon gyorsan kell oda lentre is mennünk a gyanújamatronokat, mert lusta vagyok fellemenni. Felfelé is végig hallgatom ezt a baromságot. De és tehát akkor ilyenkor... Most sem tudunk meg lemenni? Nem, tehát akkor ezt ténylegesen úgy kell majd kinyitnunk, jó. Fel se kellett volna jönnöm egyébként, sem értem feljönni. Nem fogom ezeket megölni, mert ezek nem érnek másokat. Csórok vagytok, nem értek másokat nekem. Egyébként tetszik ez a fehér cuccot az ablaknál, ami eltakarja, hogy amúgy nem megyünk sehova, csak leteleportál minket a játék. Mindegy. Szóval 1800 pontot tudunk összeszerezni az első ilyen lépésünkön ott lenni, és 3000 kéne menni gyorsabban. Azok pedig ugye tehát már... 75 és 150, jaj. Jó. Akkor honnan visszajövünk, mert ezt is befejezzük, és azok brrrr, utána van játszunk a kettővel, brrrr.